A közel-keleti háborús konfliktus miatt megszigorították a biztonsági intézkedéseket a Vatikán területén. A szokásosnál hosszabb sorok kígyóztak a Szentpéter tér körül vasárnap. Fémdetektoros pontokon csomagellenőrzésen kellett áthaladniuk azoknak, akik részt akartak venni Ferenc pápa béke imáján. A rendőrök golyóálló mellényt viseltek és géppisztolyt tartottak a kezükben. Az október 7-i Hamász támadás után a Vatikánon és Róma egyes részein is fokozták a biztonsági intézkedéseket. A hívőket azonban nem riasztotta el a potenciális veszély, és zokszó nélkül végigállták a sorokat.